Koronavírus az űrből? A spanyol náthától a COVID-19-ig, középkori őrületek, önmagukból kivetkőzött emberek, rémhírterjesztők, működni kezd a gondolatrendőrség. Atlantis hagyatéka, mindmáig használt vegyi anyagok, hivatalosan azonosítatlan, a Pentagon titkos UFO-aktái, nem félem a sötétséget, a gonosz és az ördögűző, az 1001 éjszaka varázsa, Shiraz csodái, a sátán fia. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashattak a hihetetlen júniusi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a kedves nézőket, Szűcs Róberttel együtt. Üdvözlöm Önöket. Hát szinte hihetetlen, de ismét itt vagyunk, ami nem annyira hihetetlen, és hát mindenféleképpen kezdjük azzal, már csak azért is, hogy megtiszteljük a kedves hallgatókat, nézőket, hogy két héttel ezelőtt azt hiszem, hogy olyan témával foglalkoztunk, ami enyhén szólva a szónak ebben az értelmében kissé felfordulást okozott a nézők körében. Ez egészen biztos, mert én csak egy pillanatot idéznék vissza. Ugye az volt, hogy a félelemvírus mágikus ereje. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy félelemvírus, akkor már mindenki tudja, hogy milyen vírusról van szó. De hát itt végeredményben arról beszéltünk, amit összeesküvés elméleteknek is neveztek és neveznek még most is nagyon sokszor, hogy tervezett, meg előre gyártott ilyen értelemben járványról van szó, honnan indult, ki kezdeményezte, miért kezdeményezte, milyen gazdasági folyamatok játszódhattak és játszódhatnak le még mindig, és hát szóval én nem akarok el sok mindent hozzátenni, mert te úgyis hozzáteszel még valamit, de hát azóta, most ugye eltelt két hét, és ebben a két hétben most nem mondom azt, amit nagyon sokszor el szoktunk mondani, hogy szinte igazolódik az, amit mi mondhatunk. De tökéletes, de igazolódik. Jó, igen. És azért a mi az nem a téged és engem, hanem az összes összeállítást, bejátszást is jelenti, amikor komoly emberek megszólalnak. Tehát most eltelt két hét, és megint szinte nap mint nap visszahalljuk, mintha visszhangoznák azt, ami elhangzott akkor, meg még egy-két adással előbb is, és hát én azt hiszem, hogy szóval nyugodtan megdicsérhetjük magunkat, nem? Várjál, a helyzet, hogy szokták volt mondani, ennél azért kicsi súlyosabb. És fokozódik. Nem, és a nemzetközi helyzet fokozódik, ez természetes. Nem, a következő történt, hogy emlékezz vissza, két héttel ezelőtt is elmondtam a kedves nézőknek, mindig a lekompba, hogy tehát a végén, amikor elbúcsúzunk a kedves nézőktől, és elmondjuk a szövegeket, akkor direkt elmondtam, hogy kérem szépen figyeljenek oda a YouTube csatornájukra, mert hát, ha véletlenül a YouTube elkezd valamit mesterkedni, igen. Bármint elmondtuk, ez nem összeesküvés elmélet, hanem összefüggés elmélet, de ennek ellenére. Na most, Gyuri barátom, szombati napon itt lement a hatos csatornán, igen. Tehát ez a fix. Péntekeste. Mindenki ezt így kezelje egyébként, hogy ez a fix, mert igen. Itt biztos, hogy vágatlanul mindig le fog menni az egész. Lement. Gyuri barátom másnap szombaton fölrakta a műsort a Facebook oldalunkra, uh-huh. Most már még egy Bicsú nevezetű helyre is fölrakta, ami a Facebook ilyen klón akar lenni. Na, rengeteg helyre fölrakta, néztem, hogy káprázatosan jól alakulnak, nagyon-nagyon, én mindig meg vagyok ilyenkor lepődve, hogy ki az ember, aki ahelyett, hogy a vásárlásra meg a hétvégi ebéddel foglalkozna, nem tudom, most komolyan mondom, 11 órakor 50 ezer nézőnél tartottam. Miért van, aki éjszaka nézi? Várjál, na most mondom, jó, és akkor rámegyek, mert ezek a beágyazott videók, rámegyek a YouTube-ra, és nézem, hogy a Vatikán, ott van az előző ismétlésünk, és mondom, igen. Hát hol a műsor? Aha. Hát hol a műsor? Várjál, de sehol se volt a műsor. Aha. Mondom a páromnak, tudok, és akkor beszéltem, amelyikának mondom, hogy nézd már meg, te feliratkozó vagy. Megnézi, mondja, jaj, nem, hát te véletlenül nem találtad meg. Nincs ott. Annyit beírtam, hogy félelemvírus. Igen. Erre kiadta az összes olyan találatot, amiben a félelem szó szerepel. És a vírus? A vírus nem, és a mi műsorunk sem. Ez az. Na most ez, de most nem hihéskedek, ez eltartott, nem tudom, két vagy három napig,
nem lehetett, ja, amikor beírtam, hogy a félelemvírus mágikus ereje, igen, akkor egyszer kiadta, másodszorra nem találtam meg. Tehát magyarán azért, mert két DVD-ig bejátszás volt benne, amit egyébként az eredetiét letiltották, és kisöpörték a Facebookról, YouTube-ról, igen, egyszerűen bennünket hátrasoroltak, és azt hiszem a hétfői, vagy keddi napon kerültünk vissza, aha, megint, és akkor jelent meg egyébként ebben a folyamban, tehát egyszerűen magyarán, egy olyan anyagokkal, amelyek kínos, az ő számukra, igen, kínos, igen, részleteket, igen, tartalmaznak, egyszerűen elsöprik, hátulra rakják, és az ember meg se találja. Tehát ha valaki nem a Facebookról indul, uh-huh, hanem YouTube feliratkozó, most már, igen, vagy 30 ezeren vannak, ha azt akarta valaki megnézni, akkor szomorúan tapasztalta, hogy hoppá, nincs itt a műsor. Na most én hozzáteszem azt, amit szinte minden médiumban az utóbbi időben állandóan hallani, amiről régebben is mi is beszéltünk természetesen, vagy viccesen szólva, hogy a nagy testvér figyel, ami nem annyira vicc, de sorozatosan különféle műsorokban hallom azt, hogy a Facebook miket csinál, mit tilt le, mire mondják azt, hogy ez nem ide való, szóval tényleg. Akkor most tudom, én szoktam mondani, hogy hajtsunk rá ilyenkor, de engedjé meg nekem, most tényleg egy nagyon-nagyon egészségedre. Köszönöm. Egy nagyon rövid megjegyzést. Igen. Facebook oldalunkra Gyuri barátom fölrakott egy képet. Igen. Német katonát ábrázolt egy utcán, igen, kezében tartott valamit. A poén az volt, hogy az, hogy mit, olyan, mint egy mobiltelefon, igen, nézett, lehet, hogy egy csokoládé volt, lehet, hogy, aha, bármi volt. Ez volt az egésznek a témája. Erre a Facebooknak van egy algoritmusa, meg a YouTube-nak is, ami letiltotta, leszokta tiltani az embereket. Na, aha, erre valószínűleg volt, sőt biztos, volt egy kedves felhasználónk, akinek rosszul működött az algoritmusa, és azonnal feljelentette, fogalmam sincs, hogy miért. Tehát ne háborús helyzetet képzelj el. Igen. Egy hosszú ilyen kabátban, egy német katona kezében így tart valamit, jalán, és néz az utcán, semmi nincs, nincs se háborús pusztítás, se semmi. Aha. Ez fölkerült a Hihetetlen Magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalán. A Hihetetlen TV Facebook oldalán ott maradt, a Hihetetlen Magazin oldalán jött egy Facebook üzenet, hogy az elveinkkel ellentétes képet adták, figyelj, 30 napos eltiltás. Atyaisten. 30 napos eltiltás. Gyuri bátor persze ezonnal fellebbezett, nem érkezett valata a fellebezésre, de nem tiltották az oldalt. Tehát eljutottunk idáig, hogy fogalmam sincs, hogy valószínűleg az, aki följelentett bennünket, nem ezért jelentett föl. Na, ja. De önmagában ez a szó is olyan rossz. Ez a feljelentés. Ez a feljelentés. De mi régebben is feljelentők országa voltunk, mindig megvolt, és ez borzasztóan szörnyű, hogyha valakinek valamilyen problémája, igen, van, és majdnem ezen múlt. Most a 30 nap az egy ilyen, a két oldal életében, az hihetetlen sokat jelent, miután a Facebook elérte, hogy gyakorlatilag mi a honlap helyett a kommunikációnkat a Hihetetlen Magazinnek, a Hihetetlen TV-nek ezen a két oldalon folytatjuk. Hát... Igen, hát erre szokták mondani, hogy ez van, aztán majd meglátjuk. Na de sokkal például ez az a baj, nem most, hanem majd két év múlva azért ezekről még beszélünk, hogy egyre erősödik a Facebook cenzúra, igen, egyre erősödik a YouTube cenzúra, és amilyen őrületek folynak most a világban, tehát arról majd két év múlva előtte, igen, most lesz először egy könnyedebb téma idézetében, aztán meg egy... Uh-huh. Egy keményem. Jó, hát azért tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy mindjárt megmutatjuk a nyereményt, meg sorsolunk is, hogy valahogy most az utóbbi hetekben, vagy kis túlzásra mondom, hónapokban összefüggenek, erőt a eszembe, hogy összefüggés. És elméletek. Elmélet, ez a mi témáink is, mert szinte, ha akarom, akkor egyikből következik a másik, mert a múltkor is beszéltünk, emlékszem arról, meg előtte is, hogy vajon esetleg előfordulhat-e, hogy idegenek vagy földönkívüliek avatkoznak be itt a bolygó életébe, akkor most ugye folytatódik azzal, hogy vajon honnan kerülnek ide a vírusok, és egyáltalán ez is összefüggésbe hozható-e az égiekkel. Nem, konkrétan a földön kívüliekkel. A földön kívüliekkel, úgyhogy azért mondom, hogy ezek a témák nagyon szépen összejönnek, és ha már itt elkezdted mondani a két hetet, akkor én a maihoz még annyit hozzátennék, hogy itt egyszer az aszteroidákról is szó lesz, már csak azért is, hogy egyáltalán a meteoritok rejthetnek-e magukban élelemre, illetőleg életre. Élelmet hát nem rejtenek magukban, lehet meg nem, őket semmiképpen sem. Igen, de hát ők is esznek valamit. Igen. Szóval életnyomaira lehet-e bukkani, mert ez már megtörtént, és akkor, hogy ezek a kórokozók a földön kívüliektől származhatnak-e, hozzáteszem, mindig kérdőjel van a végén, és a
A harmadik pedig ez a galaktikus támadás, amit jelez előre egy picit. Ne, hát ez egy filmrészlet lesz, és a földön kívülieknek egy nagyon-nagyon speciális szándékát mutatja be, azt hiszem 1996-os film a Charlie Sheen főszereplésében. Igen, na akkor kérem szépen. Itt volt, bocsánat, itt volt, tehát ami most még utcában itt van a koronavírus, ez volt az, ami pont erről szólt, igen. Ezt a fél éves előfizetést meg lehet nyerni, és természetesen itt van még a külön szám, a júniusi, ez a bizonyos a Vatikán sötét titkai, de én úgy tudom, hogy rövidesen már megjön a következő külön szám is, ugye? Sőt, két hét múlva már megmutatjuk azt, persze, jó, természetesen. Akkor biztos akkor... már, ha megmutattuk, úgyhogy így addig van. Még ráérünk, de akkor megígérted. Meg. Mint oly sok minden mást. Igen. Na tehát, nemzetközi bestseller, a pénz istenei, hát ez is volt már, hogy a Wall Street összeesküvése Amerika leigázására, elég bátor kijelentés, de azt hiszem fedi a tényeket, és akkor itt a másik, ez pedig a magyar UFO akták, ez a Miskolci László úr, te biztos ismered őt személyesen is, mert Laci, hogy én... Magyarország UFO történelme, hát szóval titkos dokumentumok és ilyenek. Én rengeteg anyagot adtam neki, sokat segítettem, sokat beszélgettem vele, és hogyha lehetőségünk van, akkor hamarosan, igen. Meg is hívjuk, hívjuk már sorunkba, meghívjuk, és akkor ő, mert ő ugyanis a legátfogóbb ilyen munkát végezte, tényleg az összes létező, a történelmi időktől kezdve a jelenkor. Na de most itt van egy ilyen alcím, hogy a Magyar Honvédség katonáinak UFO jelentései, akkor most ezt a Magyar Honvédség vezérkara látja, vagy olvassa, akkor azt mondja, hogy oké, vagy nem szól semmit? Hát kénytelen nem szól semmit, ez a szabad vélemény nyilvánításba belefér. Ő olyan titkosítás alól felüldött dokumentumokat, olyan beszámolókat, utána járt. Hát akkor feloldották. Honnan szerezte, de nem, azokat a dokumentumokat, hogy hova hívták ki őket, hova kellett kimenni, milyen észleléseik voltak, ezeket be kell mutatni. Igen. Ezek azok a kevésbé ismert részletek, főleg most már. Mert a 90-es évek nagy ufólázában mindenki ezzel foglalkozott. Igen. Azok, akik akkor kezdtek el ezzel a témával foglalkozni, ők sokkal jobban benne voltak. Mm-hmm. Akik most ezek számukra, ezeknek az embereknek, a mostaniaknak, főleg a fiatal korosztálynak, ez már egy abszolút úgy. Ja, igen, és azért is, mert amikor mi elkezdtünk, és egyáltalán szóba kerültek itt a földön kívüliek és a repülő csészehajak, akkor állandóan, hogy hívják, Amerika, meg szóval minden szóba került, de az, hogy magyar UFO jelentések, akták pedig repülés szakértőktől kezdve mindenki már jelentett, pilóták, akkor erről pilóták persze. is, akkor azért csönd volt. Hát igen. Akkor ezek szerint most már nem annyira. Na kérem szépen, előre megmondom, hogy minden kedves nézőnknek gratulálunk, mert hogy nem volt túl könnyű a kérdés, mert az volt az első, egyébként a május 22-ei és a június 5-ei adásnak a nyerteseiről van szó. Azért mondom, hogy nem volt túl könnyű, hogy kiállja a WHO költségvetésének 70-75%-át ki. Ez a Big Pharma, tehát a 15, a világ 15 legnagyobb gyógyszergyára. Csak hozzátenném, hogy amikor mi erről beszéltünk, és itt a műsorban szerepelt a gyógyszer háttér, mondhatom nyugodtan, hogy gyógyszer háttérhatalom, igen. Akkor ezt nagyon sokan elmondták, komoly emberek és a világ vezetői közül is sokan. Így van. A nyertes pedig Varsányi János, budapesti nézőnk. Aztán mondtam a június 5-ei adást, ez volt az a bizonyos a félelem mágikus ereje, hogy melyik David Icke interjút tiltotta le a Facebook és a YouTube? London Real, vagyis a London Real nevezettű tévének internetes televízióban, ami a letiltásnak hála azóta már kb. 70 millió nézték meg, ott 7 millió nézték meg először, utána miután letiltották ez föl, vagyis 50 millióra ment igen. föl, tehát köszönjük Facebook, köszönjük YouTube, így legalább igen. sokkal több emberre jutott. Hát legalább rúgtak egy öngolt. A nyertes pedig Farkas Szondi Anita Nyírmeggyesről. Következik a Vatikán sötét titkai, ez a bizonyos külön szám, amit az előbb megmutattam. A nyertes Túróci Viktor Jászberényből, valamint Brandt Müller Ivett Kaposvárról. Hát Kaposvárról, legyen legalább egy kis öröm, ha már az NB1-ből a futballcsapat kiesett. Na szóval, a könyvjutalmuk nyertesei pedig volt a Magyar UFO akták, ugyebár, amit mutattam az előbb, Kovács Zsuzsanna Judit szombathelyi nézőnk, és a pénz istenei pedig Szénási Sándor Nyárlőrincről. Tessenek szívesek lenni, máskor is írni, máskor is beküldeni a megfejtéseket, meg véleményüket, és akkor természetesen mi is sorsolunk, és a könyvek, illetve az iratok, folyóiratok pedig mennek. Na most akkor azért
Már itt úgy érintőlegesen beszéltünk arról, hogy ezek a bizonyos járványok, hogy hát úgy nagyjából honnan eredhetnek, és itt rögtön az elején elő is kerül, hogy egyáltalán ezt lehet-e tudni, mert feltételezések vannak, és most maradjunk a földön kívülieknél, mert az is egy feltételezés, hogy akár onnan, de hogyha visszamegyünk egy kicsit a történelembe, de nagyon régen, amikor még ugye az volt, hogy legendák, meg mit tudom én, misztériumok, szóval nem nagyon hitték el az emberek, hogy az nem mese, hanem esetleg van valami valóság alapja is. És ezt azért mondom, mert valahogy mindig előjöttek ezek a dolgok, szóval nem csak most. Erre két dolgot. A járványokról beszélek. Igen, van egy William Brémli nevezetű úr, viszonylag kevesen ismerik a nevét, aki írt egy könyvet, ez adta a műsornak egyébként a címet, tehát ő volt az ikletadó jó pár évvel ezelőtt, aminek az volt a címe, hogy az Éden istenei, és igazából arról szólt, ami az alcíme is, hogy a történelmi járványokat a földön kívüliek okozzák. Na ez az úr egy kicsikét megdöbbentette magát az UFO kutatókat is, és az összes témáját érdeklődő embert, mert laza egyszerűséggel kijelentette, hogy mi ugyan úgy gondoljuk, hogy földön kívüli testvéreinkről van szó, de ez inkább csak a spirituális történetekre jellemző. Mi is elmondtuk, hogy ha megnézzük mi saját magunkat, a földlakókat, a gyarmatosítást, ezekről a dolgokról majd pont a vírus következtében pont két évvel lesz szó, ha megnézzük, akkor mi, akik sokkal fejlettebbek voltunk, akik elődeink sokkal fejlettebbek voltak, ők azonnal leigázzák a többieket. Mondja ő, kérdezi ő, hogy miért várnánk a földön kívülektől, akik százszor, ezerszer, vagy nem tudom, még többször előttünk járnak a fejlődésben, miért kéne partneri viszonyt feltételezni. Ne feled szava, csak egy mondatot hagysz újra közbe, hogy az aktualitása ennek a dolognak is, hogy arra jutott eszembe, hogy leigázták őket. Egy mondat. Akkor, egy mondat, de itt vesző volt még, hogy leigázták őket, gondoljunk csak Amerikára, gondoljunk Kolumbusz Kristófra, és azért mondom, hogy az aktualitás, hogy éppen a napokban sorra rendre jelennek meg a hírek a különféle zavargásokról, mindenfelől, mindenféle okokból, és már döntögetik a idézőjelben a szobrát mondjuk Kolumbusznak is, és egy pár felfedezőnek, hogy oda mentek, és leigázták az ott élőket. Na, erről beszélünk majd egyébként két hét múlva. Is. Na akkor, igen, vissza ide. Tehát, hogy a földön kívüliek, mi is kifejtettük már néhány ilyen műsorban, hogy a földön kívülieknek a szándékai egyáltalán nem olyan egyértelműek. Tehát nagyon sok kutató is úgy véli egyébként, hogy a Föld egy kísérleti telep. A legelső ilyen magyarul megjelent anyagot, az a már sajnos elhunyt Hargitai Kacsi barátom írta, az általam kiadott Vénusz magazinban, amikor pont erről a témáról, hogy egy börtönbolygó ez volt a címe, tehát hogy mi gyakorlatilag egy kísérleti telepe vagyunk a földön kívüleknek. Most ez a történet, ez az alapvető történet, hogy a földön kívülek ilyen vírusokat küldenek bizonyos célokból, ezt majd elmondjuk a műsorban, hogy mik lehetnek ezek a célok, ez teljesen realisztikusnak tűnik, és gondoljunk arra, hogy van az úgynevezett pánspermia elmélet. A pánspermia elmélet ugyanazzal csak az evolúciót, mint nem tudjuk teljes egészében megmagyarázni, illetve az első pillanatokat viszonylag nehéz reprodukálni, éppen ezért megpróbáljuk kitolni tőlünk nagyon távol, és azt mondjuk, hogy valahol kialakult az élet, hogy hogy alakult ki az egyéni probléma, és onnan feltehetőleg idegen lények, tehát a földön kívülről van szó, útjára indítottak ezeket az életnek a magvait, ezek azóta már biztosan tudjuk, hogy ezek kibírják az űrnek a 273,4 fokos, a abszolút nulla fokos hőmérsékletet, életben tudnak maradni, és hogyha be vannak ágyazódva különböző kövekbe, vagy ott vannak a belsejében, akkor 1000%-os biztonsággal fényévek százait is megtehetik az univerzumban. Tehát önmagában az a tény, hogy egy hivatalosan elfogadott teória az, hogy a pánspermia elmélet, tehát hogy kívülről érkeztek az élet magvai ide, ezekről egyébként modelleket csináltak, kísérleteket is csinálnak, és akik itt jönnek a földön kívüliek, a Brémli úrnak az elképzelése szerint ezek a földön kívüliek gyakorlatilag ugyanazt csinálnák meg, mint most, amit mi az elitnek tudunk be, hogy bizonyos népesség szabályozó dolgokat csinálnak. Ő nem tér ki
azokra az emberiség előtti időszakra, mert hogy akkor is érkezhettek, mert ezek a bizonyos üstökösben érkezett vírusok, ezek az állatvilágban is végezhettek valami pusztítást, tehát hozzásegítették bizonyos mondjuk állatfajoknak a kipusztulását, és bizonyos állatfajoknak az előtérbe kerülését. Tehát ő csak azokat a dolgokat vizsgálta meg, hogy milyen események történtek, ami az emberiség ismert történelmében, és akkor, hogyha elgondoljuk, egyébként nagyon sokszor ebbe a most még utcán lévő, de jövő héten már jön a következő hirdetlen, ebbe is van ilyen cikk, hogy nagyon sokan azt feltételezték, hogy az üstökösök, és ez megint tudományos elmélet, tehát ez nem az, hogy most valaki az utcán kitalálta, vagy egy ilyen, ez egy összefüggés elmélet, egy összeesküvés elmélet, hanem hogy valóban, tehát hogy ez egy tényszerű valami, az, hogy lehetnek benne ilyen vírusok, az egyértelmű lesz, majd, bocsánat, ezt meg kell néznem, bocsánat, csak ezt a, nem ez a Chandra Vikramasinghe, mert ennek a nevét kimondani, Chandra Vikramasinghe nevezetű úr, aki egy tudós ember, és ezt propanálja, tehát ő azt mondja, hogy ő megvan róla győződve, ő azt állítja, hogy az összes olyan hatalmas nagy járvány, ami az ókorban történt, középkorban történt, 1348-ban volt a nagy bubópestis járvány. A későbbiek, az 1820-as években Magyarországon is szörnyen pusztító kolera járvány, a spanyol nátha, és ez az összes dolog, ő az ő álláspontja szerint üstökösökkel, meteoritokkal érkezett el a Földre. Ő nem tér ki arra, mint erre az UFO-s változatában, hogy lehetséges, és ezért mondtuk mi azt, hogy lehetséges, hogy ez a földön kívülieknek, bocsánat, ilyen nagy idióta, népesség szabályzó tevékenysége, tehát amikor ők úgy gondolják, hogy be van valami módja, hogy beavatkozzanak, akkor ezekre a vírusokkal megtetik, de ennek más hatása is lehet, tehát bármilyen más, ez elég szörnyen hangzik, hogy milyen törékeny a Föld. Bármilyen más anyagot eljutatnak, bármilyen olyan befolyásoló szert, ami átalakítja a DNS-ünket, az RNS, minden, tehát minden ilyen dolgot ide lehet küldeni. Most ezt próbáljuk egy kicsit körüljárni, hogy na most mit lehet ez, hogy valóban ott rejtőzhet-e, és valóban egy tudatos értelem küldhette ide. Tehát nem pusztán csak, hogy valahonnan igen, hogy véletlenül került, mert ugyebár hát, ha egy vírus ott van, a vírus önmagában, a kozmoszban nem alakul ki. Tehát a világúr nagy sötétségében nem alakulnak ki. Ellenben valahol, valamilyen helyen kialakul, és onnantól kezdve... vagy kialakítják. Vagy kialakítják, igen, és onnantól kezdve viszont eljuthat a Földre. Na jó, akkor sok beszédnek sok az alja. És akkor én javaslom, és nem csak javaslom, hanem így is lesz. Akkor nézzük meg itt az első összeállítást, és felhívom a tisztelt nézők figyelmét arra, hogy egy új szóval, szó összetétellel is ismerkedhetünk, és ezt úgy hívják, hogy kozmokémia. Kozmokémia. Íme. Szóval íme bizonyság, amitől beszéltünk, és azért itt föl is írtam én magamnak, hogy hát ez az, hogy az élet nyomai megtalálhatók-e a meteoritokban, ugye ezt itt feszegették, de azt mindig hozzá szoktuk tenni, hogy most nem akárkik beszélnek, hanem elismert akár politikusról van szó, akár tudósról, hogy hát azért itt csak-csak megszólalt Bill Clinton, meg megszólalt Hoover, aki elég jó név volt a NASA köreiben, tehát nem légből kapott dolgok ezek, de hogy idegen baktériumok, és ugye az volt a vége, hogy lehet, hogy szándékosan küldték, és akkor az volt a válasz, hogy ha jól emlékszem, hogy lehet, vagy igen, vagy meg miért ne. Most ez science fiction? Nem science fiction, és 1996-ban az akkori színes UFO képeslapnak ez volt a borítóján. Ez az Bravo. Esemény, komolyan, igen. Ez az esemény, ugyanis ez a bizonyos meteorit, amit megtaláltak az Antarktiszon, ez a becsések szerint 16 millió évvel ezelőtt a Marsról került ide. Így van. Tehát ez marsi mikrobákat tartalmazhatott. Most egyébként, hogy ez milyen lényeges és milyen fontos ez a dolog, amikor azt mondják, hogy milyen dolgokat okozhat, ami ide kerül, gondold végig, amikor elindul innen egy földi expedíció, mondjuk mentek a Holdra,
ha mentek a Holdra, de hát mentek a Holdra, hát meg most akarnak menni a Marsra. De meg jön az évforduló jövő hónapban, igen, a Holdra lépés így, is. Így van. Na és akkor elképesztő sterilizációs folyamatok vannak, mert minden egyes mikroorganizmus megpróbálnak kinyírni azért, hogy nehogy az legyen, hogy amikor elküldenek mondjuk egy felderítő járművet a vörös bolygóra, uh-huh. ami tudjuk, hogy nem is igazán vörös, nem de vörös. Mindegy, de elküldik oda, na akkor nehogy véletlenül megfertőzzék valamivel. Mi fertőzzük meg őket. Így na van. Most várjál, de itt jön az a félelmetes dolog, hogyha tudjuk, hogy az ilyen kőzetekben rejtett mikroorganizmusok túlélhetik az űrnek a hidegét, uh-huh. és évszázadokig, földi évben számolva, évszázadokig, ezredikig, százezer évekig is mehetnek az űrbe, akkor sajnos nem tudunk mindent elpusztítani, mert régebben azt mondták, hogy oké, okay, no probléma, vélete rajta marad, az űrből úgyis elpusztul. Nem pusztul el. Mint kiderült, nem pusztul el, és vannak egyébként olyan parányi kis élet, olyan kis medveállatkák, ilyen mikroszkopikus kis lények, amik önmagában kibírják egyébként ezt a 270 fokot, de vannak olyan lények, akiket elhelyeztek egy atomrobbantás epicentrumába, és simán túlélték. Igen. Tehát azért ezeknek a mikroorganizmusoknak és bizonyos ilyen kis létformáknak a túlélése esélye nagyon nagy. Na most, hogyha ezt utána gondolod, akkor azt kell mondani, hogy hát meg kellene nézni, hogy voltak-e mondjuk a történelemben tényleg olyan események, amikor egy adott időszakban mondjuk feltűnt valami fajta üstökös, vagy feltűnt valami meteorit, és ez összefüggésbe hozható azokkal a dolgokkal, azokkal az eseményekkel. Volt. És akkor erre azt mondták, hogy, és na de hát ez önmagában szerintem remélem, hogy ez érdekes információ lesz a kedves nézőknek, hogy mi elmondtuk, hogy 1917, eredetileg még nem október, május 13-án egy Fatima városában, ez egy portugál település, Portugáliában, igen. Három testvér, két lány és egy fiú. Mindjárt meg is nézzük, úgyhogy a poént ne lőd le. Nem, hogy láttak egy rendkívüli jelenséget, a rendkívüli, akkor még ők azt mondták, hogy Szűz Máriával találkoztak. Vagy nem. Ezt a dolgot egyébként mi akkor nagyon népszerű volt, feldolgoztuk, bemutattuk, hogy mi lehetett az, hogy lehetett az. Én nekem tudom, hogy akkor néhány dorgálást kaptam, mert akkor azt mondtam, hogy a későbbiekben a napnak az ugrálását, az valami fajta ez a melléknap jelenség okozhatja. Aha. Emiatt megdorgáltak néhány, hogy azért nem kéne így hozzáállni a dologhoz. Biztos megérdemelted. Meg, el kell mondanom. Na most ez eddig, ez egy nagyon érdekes téma volt, voltak a fatimai jóslatok, első, másik, harmadik, a harmadik elég szörnyűségeket tartalmazott, Lucia nővér, aki 2000, nem tudom, 10-valamikor, akkor húgy már csak el, ő hozta ezt nyilvánosságra, az egyház hossz ideig tagadta ezt az egészet, és akkor most egyébként kiderül... bocsáss, meg mondtad, hogy ezt mi be is mutattuk, emlékszem, de hogyha nekem valaki nem látta, és ezt most szakmailag és technikailag kérdezem tőled, esetleg még megtalálja, meg tudja nézni? Erről majd külön beszéljünk, az eddig 370 műsorunkból jelenleg állás szerint 210 van a YouTube-on. 160-at eltüntettek. Igen. Most nem hülyeskedek. Jó, hát akkor... 160 nincs ott, de hogyha ilyen műsorokat egyébként, akkor majd megpróbáljuk föltenni. Jó, szóval tehát nem a fatimai jelenség. Tehát a fatimai jelenség, és akkor utána, hogyha emlékeznek a kedves nézőink, nem csak úgy, minden egyes hónapban, május, június, július, augusztus, szeptember, október, ez 13-a volt, október 13-án volt az utolsó alkalom, amikor már vagy 100 000 ember gyűlt ott össze, és akkor voltak ezek a furcsa jelenségek. Igen. Na és akkor jön egy új elmélet, amely azokat a sima magyarázatokat, a Szűz Mária magyarázatát, a vallási magyarázatokat idézetével hatályon kívül helyezi, és azt mondja, hogy nézzük meg egy másik aspektusból, hogy lehetne megmagyarázni ezt a dolgot, mert hogy utána rá egy évre volt egy olyan esemény, ami nagyon-nagyon alapvetően meghatározta az sok-sok ember halálát. Ha gondolod, akkor ezt mondjuk el utána. Okay. Így van. Akkor kezdjük. Tehát, hogy mit láttak a gyerekek, a három gyerek, és egyáltalán vagy 100 000 ember. Íme. Hát
Hát, ha akarom, akkor lehet még eső formájában is, de azért, amit te már itt elkezdtél, és most akkor mondtad, hogy utána beszéljük meg, még azért meg tudunk beszélni egy-két dolgot, mert ugye sok-sok halott, itt 50 millió halottról van szó, azért az nem semmi, és hogy hát világjárvány, most ezt a szót már sajnos megtanulta mindenki, és hogy esetleg a földön kívüliektől, és hát most, ha akarom, de nem akarom, ez is összeesküvés elmélet, de még egy mielőtt visszavennéd a szót, hogy elhangzott az, hogy az emberiség mindig is az égből várta a megoldásokat. Ezt valahogy így mondta igen, ez igen. A drága jó ember. És tulajdonképpen, ami a vége, és itt kapcsolódhatsz vissza, azt hiszem, saját magadhoz, hogy ha nem Szűz Mária és nem a vallási részét nézzük, akkor levegőben maradt a kérdés, vajon ki? Vagy igen, mi? Vagy kik? Így van, megjelenhettek a földön kívüliek, akik, hogyha jobban utána gondolunk, nagyon-nagyon sok történetben szerepel, a mi kettőnk kedvenc szerzője Erik von Denikennek, az általa paleoasztronautika, úgy jó, ki tudtam mondani. Na még egyszer, paleoasztronautika című műfajt megteremtette, ő gyakorlatilag végigvezette, vagy visszavezette az ókori időktől, hogy mikor jelenhettek meg a földön kívüliek. Ez az elmélet, ez csupán csak vagy hipotézis, vagy teória, amiket itt bemutattak, ez csupán ennek egy fejlesztett változata, igen. Egy variánsa, amelyben azt mondja, hogy na, ők bizony ezek a földön kívülek, ezek itt mindenképpen be akartak avatkozni. Most nagyon érdekes, hogy rengeteg sok olyan történelmi leírásban is szerepel olyan dolog, amit megmagyarázhatnánk valami fajta földön kívüli beavatkozással. Ez a hölgy, aki itt a végén, amikor mondta, hogy hát onnan föntről vált az egészet, az emberek a történelmi korokban mindig megpróbáltak valami fajta magyarázatot találni rajta, miután nagyon-nagyon keveset tudtak a világról. És hát nagyon-nagyon persze, féltek, mert hogyha visszamegyünk az ókor, az őskorba, és akkor azt mondjuk, hogy villámlás meg zivatar, hát akkor hát azokat kész. Kellett megszemélyesíteni, és akkor azokból lettek a villámlások, az istenei, meg ilyesmi. Így tehát ezek így alakultak ki. De például az Exodus idején az Egyiptomból való kivonulás, most ebben nem menjünk bele, mert ez már a zsidó történet szerint sem történt meg, de akkor, amikor úgymond a 12 héber törzset ki kellett volna engedni Egyiptomból, és a fáraó azt mondta, hogy nem mentek sehova, dolgozatok csak tovább, mert ők rabszolgaságban voltak. Na akkor, amikor kijöttek, akkor vannak ilyen epizódok, hogy Isten azt mondta Mózesnek, hogy vegyél egy marék fekete kormot, szórt szét a levegőben. Igen. És amikor ő ezt szétszórta, akkor onnantól kezdve az egyiptomi katonákon, meg ilyesmi folytatották, a fekélyes sebek jelentek meg. Na most ebből, ha valaki érzékeny és fogékeny a témára, logikusan következik, hogy hát ez nem a kemencéből kivett korom volt, hanem ez lehetséges, hogy valami fajta olyan anyag volt, ami pont ilyen járványokat terjesztő valami, és miután ugye az akkori embernek meg kellett magyarázni megfelelő szavakkal, kifejezésekkel, más leírást nem tartalmazhatott, mint azt mondta, korom. Hogy valami, igen, hogy valami fajta ilyen korom, tehát, hogy valami szét kellett szórnia, és amikor szétszórta... Amit Istentől kapott. Amit, igen, na de ez a félelmetes, hogy amit Istentől kapott. Itt jön, amit te mondtál, hogy amit föntről várták, és akkor ők úgy gondolták, hogy igen, hogy Isten azért valljuk be őszintén, főleg a Bibliának az Ószövetségi részében nem túl jó szívű egyébként az emberiséggel, a végén azért özönvízzel pusztítja el az embereket, és mindenfajta szörnyű büntetéseket szab ki rá, de az emberek úgy gondolták, hogy oké, ez Istentől jön ez az egész. Ha megnézzük egyébként a történelem során, erről viszonylag kevés anyag jelenik meg, és kevés ilyen dolog van, de nagyon sok országnak, nagyon sok népnek a történetében hasonlóképpen írják le. Tehát, hogy ilyen kis pestis démon, meg ilyesmi, tehát olyan emberek vannak. 1348-ban, amikor volt a nagy pestis járvány, akkor az emberek azt látták, ez megint csak egy magyarázat, azt látták, hogy kaszás alakok jelennek meg, picike, pincőrik is alakok. Kaszával. A kaszával, igen. Bocsánat, Mózes esetében Mózesnek volt egy botja, erre is volt mindenfajta magyarázat, és azzal is pusztítani tudott. Itt kaszával azonosították, hogy mert hogy nem tudták, egy középkori ember, főleg hát ez még a 14. században volt, egy bármilyen eszközt mivel azonosított volna. És ebből valami furcsa, sárgás, nem tudom milyen valami fajta por, ködjött ki belőle, és utána elkezdődött a pestis járvány.
Tehát azonosították, ez olyan lett volna, mintha azok a kis szürkék, akit a ufológia legjobb kutatása szerint biorobotoknak neveznek, mintha azok a szó fizikai értelemben végrehajtották volna ezt a folyamatot. De Londonban például fényes gömbök jelentek meg. Tehát ilyen repülő szerkezetek, tehát nagyon-nagyon sok beszámolóban van. Most innentől kezdve az adott területnek az igazi tudományos kutatójának a feladata, hogy eldöntsék, hogy ez csak egy népmese, ez csak egy rege, ez csak egy hit, nem tudták megmagyarázni, hogy mi lehet a valóság alapja. De miután megint ugyanaz, mint amiről beszéltünk, hogy a Földön a piramisok, hogy hány helyen alakultak ki, ja, igen. Itt gyakorlatilag Kínától Európáig, vagy Dél-Amerikáig pontosan ugyanolyan leírások szerepelnek, és ugyanolyan úgy magyarázzák meg. Tehát ez pedig lehet... akkor még nem volt olyan a kommunikáció, hogy itt megtörténik valami, és akkor másfél óra múlva tudja a világ másik fele. Egyébként csak úgy mondanám, hogy a például a spanyol nátháról, amit tudod, erről beszéltünk, a spanyol náthát azért nevezték spanyol náthának, mert a spanyol sajtó az kezdett el először őszintén róla, amire az első világháború alatt volt, és akkor a hadviselőfelek nem beszéltek róla. A spanyol nátha Amerikában alakult ki, amerikai katonák hozták át Európába, és egy 50 vagy 100 millió áldozata volt. De ha valaki megnézi a tényeket, most kutatókról beszélek, de hogyha kedves nézőink is utána járnak, akkor azt látják, hogy olyan hirtelenséggel, és nagyon jó, hogy ezt mondtad, olyan döbbenetes gyorsasággal terjedt el, ami semmi nem indokol, mert egyszerűen akkor nem volt olyan közlekedés, nem volt semmifajta olyan, amivel olyan gyorsan el lehetett volna jutni, és gyakorlatilag a világ minden pontján pikpak, tehát úgy, bocsánat, elharaptam mondatot, pikpak feltűnt az egész, és igen, elkezdett pusztítani. És olyan úgy tűnt az egész, mint hogy itt lenne a Föld, és mint hogy innen érkezett volna, és egységesen a Föld minden pontján jelent volna meg, az viszont valószínűleg kizárható, tehát kell lenni valami fajta magyarázatnak, lehet természetes, de ha egyszer egy kőzetben van, és nem alakulhatott ki a Földön, akkor is valaki küldte, vagy tényleg itt voltak a Földön kívüliek. Igen. És hogyha megnézed azért a Földön kívülieknek a szándékai, erről sok műsorban foglalkoztunk már, nem mindig olyan... Nem olyan békések. Nem olyan békések, így van. Ha megnézzük, hogy Hollywood ebből a dologból mit hozott össze, akkor ezek a Földön kívülek függetlenség napja, egy-kettő, igen, mindenképpen elvárják. Egyébként valószínűleg most is éppen a koronavírus járvány idején, most néhány nappal ezelőtt folytathatták a filmforgatásokat, mert igen, ott is minden leállt. Hát ennek az egyik, hát mondjuk úgy, hogy negatív következménye, hogy elhalasztják az Oscar-díj kiosztást, mert nem tudták befejezni az alkotók a filmeket. Na de azért mondom, hogy erről, és miután azt mondja, jövő lesz, nyilván erről is fognak valamiféle filmet csinálni, és megint, amit már 1526-szor elmondtunk, valahogy ezek az alkotók, akik gondolkodnak, kicsit tényleg megelőzik azt, ami történik. Még egy, csak zárójel, mert mondtad, hogy a spanyol nátha és hogy az amerikaiak, szóval ezeket valahonnan mindig elnevezik. Biztos sokan emlékeznek még rá, hogy volt ilyen, hogy vietnámi influenza. Most az Vietnámból jött? Vietnámi, nem, volt vietnámi, hongkongi volt. Hongkongi is volt, vietnámi is volt. Vietnámi is volt. Nem, hát ezek azok az adott területen alakulnak ki, de még visszagorva a földönkéreknek, tehát földönkéreknek megvan a maga elképzelése erről, hogyha be akarnának avatkozni, akkor milyen dolgokat lehetne megcsinálni itt a Földön. És az emberek mindig elkezdtek töprengeni azon, hogy zajlanak bizonyos folyamatok, de az a bizonyos folyamatok, azok miképpen is alakulhatnak. Lehet-e valami ennek az egésznek a hátterében? Milyen szinten avatkozhatok be a Földön kívüliek? Ha végignézzük ezeket az elméleteket, igen, a beavatkozás igazából ott kezdődik, az Anunnakik esetében már úgy kezdődik, hogy idejöttek, egy rabszolgafajt csináltak belőlünk emberekből, az Anunnakik itt vannak, az Anunnakik közül alakult ki az alakváltó elit. De ez ők már nem voltak ilyen picik. Nem, ők magasak voltak, így van, gyík emberek voltak ráadásul. Tehát ez most egy másik történet volt. Tehát az, hogy a Földön kívüliek valamilyen szinten beavatkoztak az emberiség történetében, ez végig kíséri az egész ufológiát, tehát ezzel nincs is gond. Azok a kellemetlenebb úgymond történetek, amelyben, hogy mondtuk, hogy hát nem pont pozitív szerep jut nekik, mert hogy valamiket szeretnének csinálni a Földdel. A függetlenség napjába idejönnek, igazából nem nagyon gondolkoznak, akkora űrjárműveik vannak, amit egyébként 200 földnek az összes nyersanyagát felhasználva sem lehetne megépíteni, ez egy másik kérdés. Ide jönnek, és semmi más céljuk nincs, mint hogy elpusztítsanak bennünket.
Vannak olyan történetek, amelyben már ide érkeznek, és valamilyen módon szeretnék elfoglalni a Földet. Ennek az elfoglalásnak vannak különböző fokozatai, hogy hogy szeretnék ezt megtenni, tehát titokban akarják csinálni, látványos invázióval akarják csinálni, tudatmanipulációs programokkal akarják de csinálni. De a testiséget se felejtsd el, hogy beépülnek. Ezt akartam, hogy hát így van, beépülnek. És most látjuk, hogy itt a Föld nevű bolygón hogy állnak a genetikai kutatások, most milyen eredményeket értünk el, akkor de tényleg az abszolút természetes, simán át tudják magukat olyanra formálni, alakítani, így van, hogy úgy nézzenek ki, mint mi, és abban a pillanatban tökéletesen elvegyülhetnek közöttünk. Nagyon sok olyan szerző volt, aki azt mondta, hogy ez megtörtént. Én nem akarok napi dolgokba belefolyni, de megy a vita, tudod, nagyon jól. A harmadik nem, és egyáltalán ahogy nevezzük, hogy már saját magunkat is átalakítjuk már, mint az emberek. Így van. Na most itt hát ezért volt, hogy bemutattak, hogy a, mit tudom én, Obamának a testőre olyan volt, meg mint hogyha kijött volna a nyelve, tehát mint hogyha ezek gyík emberek lettek volna. De, na most egyébként sikeresen belezavartál, olyan zseniálisan. Jaj, de nem baj, de visszatérítelek az útra. Igen. Nem. Tehát, hogy ő megfogalmazta különböző elképzeléseket arra vonatkozólag, hogy na most akkor mit csinálhatnának itt, tehát beépülni, ha beépültek, akkor bizonyos vezetőknek, föld bizonyos vezetőinek, azokat lecserélték. Tehát azokat, akik mi látunk, Donald Trump az is már egy földönkívüli, Putyin is egy földönkívüli, most itthon nem akarom, mert akkor itt mindenki, tehát minden létező valakit, aki Obama is, át ő volt a föld, tehát mindenki az volt, tehát ezeket le lehet cserélni. Na de van egy másik cél is, ami hihetetlen jól ötvöződik, és gondolja mostani, tudod, én nagyon szeretem a klímahisztéria szót, mert ugye ez volt Németországban a legundorítóbb kifejezés, és én ezért előszeretettel használom. Klímahisztéria, hogy 1996-ban született egy film, aminek Galaktikus támadás volt a cím, amiről beszéltünk az elején, aminek Charlie Sheen volt a főszereplője, aki egy csillagász játszik ebben a filmben, és hirtényében rádöbben arra, hogy itt történt valami, hogy itt lezuhant valami, hogy valami fajta esemény, meg itt a földönkívüliekben elkezdett megváltozni a klíma. És akkor abban a pillanatban kiderül, és ez félelmetes szerintem, kiderül arra, hogy mondjuk ide jönnek a földönkívüliek. És a földönkívüliek megnézik ezt a fantasztikus, de tényleg fantasztikus, tényleg gyönyörű bolygót. Nagyon kevés olyan bolygó van biztos a világegyetemben, ilyen szépen megmaradt a légkörre, itt van az életforma. Ők azt mondják, hogy hasonlóan néznek ki hozzánk, szeretnének ide jönni, de a bolygó most még nem perel meg az ő elképzeléseinek. Átalakítjuk egy kicsit. Átalakítjuk ezt a bolygót, többféle módon lehet átalakítani, de hogyha ők olyanok, hogy mondjuk sokkal magasabb hőmérsékletre van szükségük, akkor ez a magas hőmérséklethez elkezdik átalakítani ennek a bolygónak a klímáját. Globális felmelegedés. Köszönöm. És a globális felmelegedést kikokozzák, nem a szén-dioxid kibocsát, illetve lehet, hogy igen, de azt, akkor azt tudatosan csinálják. Tehát itt vannak a földön kívülek, és elkezdik szépen-szépen fölmelegíteni a bolygónak a légkörét, hogy megfeleljen, és akkor hazatelefonál, és azt mondja, hogy jó, gyerekek, gyertek, most már idilli állapotban. Vagy a földön kívüliek ellenzéke elkezdi hűteni. Na jó, hagyjuk a klímát, akkor nézzük meg, tulajdonképpen már előtte a műsor elején is, meg most is azért érintettük a következő filmrészletet. Csak annyit egy fél mondatot elé, hogy hát a látottakhoz nem kell sok szöveg, nem is lesz sok szöveg, de a lényeges igen.
elvileg terraformáló gyárak, ugye? Igen. Üvegházhatást generáltok. Ezzel halott vagy. Megváltoztatjátok a levegőt, a hőmérsékletet, az ökoszisztémát. Befejezzük, amit elkezdtetek. Ami nektek 100 év, mi elvégezzük 10 alatt. Felgyorsítjuk a folyamatokat. Ebbe halt bele Kelvin. És Eileen Green, igaz? Ha nem tudtok vigyázni a bolygóra, nem is érdemlitek meg. Szóval, van még 5-6 percünk a műsorból, ahogy nézem. Szóval, ha nem tudtok vigyázni a bolygóra, és elpusztul, akkor meg is érdemlitek. Ez az egyik, a másik pedig, még mielőtt rátérnél arra, amit megsugtál, hogy Androméda, csak egy tényleg egy nagyon rövid válasz. Vigyázunk mi a bolygónkra? Hát ez egy, erről majd érdemes lesz majd jövőben foglalkozni. Ugye? Én úgy gondolom, hogy a bolygó változásai nem állnak arányban az emberiség tevékenységével. De hozzájárulunk. Tehát mi egy minimális mértékben hozzájárulunk, de az a klímaváltozás az anélkül is bekövetkezne. Ez a filmnek, ez zseniális volt ez a valami, ugye, amikor azt mondja, hogy amit ti elkezdtetek, és majd 100 éve csináltuk, azt mi 10 év alatt befejezzük. Felgyorsítjuk a folyamatokat, és hogyha nem tudtok vigyázni a bolygótokra, ebben volt egy ilyen környezetvédelmi üzenete, egyébként ez 96-os volt, vagyis 24 évvel ezelőtti, de akkor sem vettük komolyan. Na most még van ennek az, és tényleg nagyon gyorsan egy utolsó aspektusa. Van egy általam nagyon kedvelt Michael Crichton nevezetű szerző, aki nagyon jó sok érdekes könyvet írt, igen, és ő megírta az Androméda törzs című könyvét, ezt 69 vagy 70-ben vagy valamikor csinálta, 71-ben csináltak belőle, készítettek belőle egy filmet, illetve 2008-ban készítettek belőle egy másik változatot. Na ennek pedig az volt a lényege, hogy valami fajta lezuhan egy műhold, egy bizonyos katonai műhold, lezuhan az Egyesült Államok területén, egy kisvárosba, az emberek kimennek oda, maradványokat beviszik a településbe, és a következő napokban mindenki szépen elkezd elhunyni. Na és akkor innentől jön a másik variáció, a legutolsó variáció, amikor arról beszélünk, hogy sorra vettük azokat a dolgokat, hogy természetes módon alakulnak ki, földön kívülek jöhetnek, de hát jöhetnek tőlünk is. És jöhetnek nem csak tudatos módon, mint hogy erre most már nem akarok belemenni, mert ezt az elmúlt adásokban nagyon jól kifejtettük, de mi van akkor, hogyha tényleg folyt valami fajta kísérlet egyébként ott azon a, vagy valamelyik ilyen műhold, akkor rengeteg olyan műhold van fönt, amiről fogalmunk sincs, hogy egyáltalán létezik. És most már Maszkban is jöjjük föl. Hát az első ilyen volt, Elon Musknak itt fölvették ezt az űrhajóját, és ez gyakorlatilag egy magáncég volt, a Teslának az alapítója, egy magáncég volt. Erről is érdemes foglalkozni, mert ez is egy más történet, mert hogy innentől kezdve a nemzetközi egyezmények nem élnek, mert nem az Egyesült Államok megy el majd a Holdra, hanem a SpaceX nevezetű cég, és arra nem vonatkoznak a nemzetközi. Most így húzd alá saját magadat. Azt mondod, hogy ennyire elszaladt. Nem mondtad, hogy ennyire elszaladt. Éppen most lendültem bele, most kezdtem volna a lényeget. Ezt a következő adásig tartsa meg a jó szokásodat. A levegőt bent tartom adni. Igen, na szóval, mondom, mielőtt még elfelejtenénk esetleg, hogy kinek a könyvéből készült, az Androméda törzs című film, a könyvet említetted, meglehetősen nehéz leírni az írónak a nevét, de ha valaki fonetikusan írja le, azt is el fogjuk fogadni. Na, akkor a másik, hogy Hihetetlen magazin, ezt megmutatom most rögtön, júniusi, féléves előfizetés, Vatikán sötét titkai külön szám, legközelebb már jön az új külön szám, és Idegen világrend, ez a reptiliánok terve, ezt a könyvet is már mutattuk, de hát azt hiszem, hogy nem kell hozzá kommentálni. Föld leigázása. Ott egy másik fajta módszer szerepel. Igen, és az emberi faj felosztása, hát akkor erről szól. Na tehát akkor Hihetetlen TV.kukac, hihetetlenmagazin.hu-ra kérjük tisztelettel a megfejtéseket, és mindig hozzáteszem a véleményeket is. A beküldési határidő, ezt én is aláhúztam magamnak, 2020. július 15-e, és a sorsolás pedig a július 17-i adásunkban lesz, tehát 2 napra rá, tessék beküldeni szerdáig, pénteken sorsolunk.
A következő szám, június 26-a, megismételjük azt, amit egyszer meg akartunk ismételni, tudom, csak aztán megváltoztattuk. Igen, a Hitler csészealjai című adásunkat, ez 2013-ban, méghozzá március elején készült, és ezt itt direkt, ezt te írtad ide nekem. Először mutattuk be, hogy milyen döbbenetes csészealj kísérletek folynak Németországban, és milyen történelmi gyökerei voltak ennek. Na, úgyhogy ez meg lesz, és akkor új adásra pedig két hét múlva, július 3-án jelentkezünk, az Új Világrend 10 parancsolata című műsorral. Hát járványhelyzet itt is lesz, de én nem akarom ezt előre annyira elmondani, de az mindenféleképpen, hogy mi a helyzet és milyen következményei lehetnek ennek. És akkor kérem tisztelettel pénteken este 21 óra, amit a műsor elején elmondtunk, itt a premier adás, amiben nem tudnak belenyúlni, hála Istennek, de a többibe, illetőleg máshol? Máshol megpróbálhatnak. A következő napon, vagyis szombaton fölkerül a Hihetetlen magazin, illetve a Hihetetlen TV Facebook oldalára beágyazott Facebook, YouTube, Dailymotion és Inda videóként, tehát összesen 8 platformon meg lehet nézni önállóan is ezt a műsorunkat, valamint a BitChu nevezetű oldalra is fölkerül, tehát ha valaki, ez egy ilyen Facebook-mentes övezet lenne, akkor már ott is megtekinthetjük a műsorunk. BitChu. Ja, BitChu. Nem tudom, hogy honnan van, igen, tehát honnan van ez az elnevezés. Tehát itt ezeken meg lehet nézni. Kérem, figyeljenek oda, ha nem jelenik meg a hírfolyamokban, nem jelenik meg önöknél, akik feliratkoztak a YouTube csatornánkra, akkor mindenképpen nézzenek utána, hogy miért nem került, a cím alapján egyébként mindenképpen meg lehet keresni, az információkat megtalálják, igen, a Facebook oldalunkon. Mind a két oldalunkon a műsorhoz kapcsolódó videók, szövegek, képek találhatók meg. Nagyon-nagyon nagy, lehet, hogy a karantén is belejátszott, nagyon-nagyon nagy volt a nézettsége. Uh-huh. Viszont nagyon-nagyon-nagyon szépen kérem a kultúrát kommentelésre. Sajnos egyre több troll jelenik meg, egyre felháborítóbb és ilyen szövegek jelennek meg. Hozzáteszem, nem csak nálunk. Nem csak nálunk, de sajnos bennünket is elért. Mi közüljük, hogy ezeket a kommentelőket mi kitiltjuk, nem akarunk vitába szállni, nem akarjuk a műsorunkban levő, vagyis az oldalinkon levő nagyon jó hangulatú, nagyon korrekt társalgásokat ilyenekkel elrontani. Igen. Köszönjük. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, és akkor, ahogy említettem, találkozunk. Addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. A Vatikán sötét titkai, a rózsakeresztesek rendje, az egyház és a földön kívüliek. Pió atya titokzatos múltja, a Vatikán és a harmadik birodalom, a svájci gárda piszkos ügyei, a kitalált megváltó, Szilveszter a mágus pápa, a titkok könyvtára, Konstantin látomása egy ágyban a pápával, a WikiLeaks vatikáni aktái. A keresztes háborúk okkult háttere, Salamon király futurisztikus találmányai, az új világrend pápája, a harmadik fatimai titok, a Szentszék takargatja az igazságot. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában, kapható az újságárusoknál.